Tisztelt nézők, megkezdődött a második játékrész Ibrányban, az Ibrány-Sényő megye első osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzésen, ahol az első félidőben gólt nem láthattunk, 0-0 tehát a találkozó állása, viszont egy nagyon-nagyon jó kis meccset láttunk az első játékrészben, két jól felkészített csapat, én úgy gondolom, hogy tényleg nagyon-nagyon pozitív hozzáállással mindkét együttes labdarúgói részéről, eddig nem bírtak egymással a csapatok, összességében én úgy gondolom, hogy a láthatók alapján igazságos a döntetlen állás a mérkőzésen, de itt hangsúlyozom, bármelyik pillanatban benne van az, hogy bármelyik csapat gólt szerezhet, és természetesen egy rugott gólnak egy ilyen meccs, egy ilyen kiegyensúlyozott meccs, két ilyen remek csapat csatájában óriási jelentősége lehet. És akkor az Ibrányiak következhetnek, méghozzá szabad rugással, hogyha jól látom. Egyébként a jövő héten már majd délután 3 órától kezdődnek itt a felnőtt meccsek. A Sényő csapata a Nagyhalászhoz fog egyébként majd látogatni, míg az Ibrány a Szakoly vendége lesz majd a jövő héten. No nézzük akkor! Középre jön! De végül kikerül, még az a Ibrányi lábról kerül ki a labda az alapvonalon túlra. Nem volt rossz egyébként ez a beívelés. Varga Attila ívelte be középre. És a Sényő pedig elvégzi a kirúgást. Egy labdaszerzés. És egy bedobás következhet, mégpedig a sárga-kék mezes hazai csapat bedobása. Gergely Balázs volt az egyébként, aki az előbb ott próbált kapura perdíteni a szabadrugást követően. De végül nem volt annyira kedvező a pozíciója, hogy igazából veszélyes lehessen az a Sényőiek kapujára. Na figyeljük ezt a felülés, Ruskát keresik. Visszafejelt labda Ruskának. Be középre. Egy lökés. Látja ezt a játékvezető, aki meg is ítéli a szabadrugást az Ibrányi csapat javára. Hoppá! Nagyon önfeláldozó volt itt a vendégek védője, Bernát Martin. Beközépre! Kristófi nagyon jól akarta, de aztán résen voltak a vendégvédők. Orosz Dániel teszi tovább, visszakapja Vargától. Szabad rugás, Kréninger volt szabálytalan, úgy ítéli meg Pető Péter, mégpedig Lukács Bencével szemben. No, egy újabb kedvező pozícióból elvégezhető szabadrugás. Én úgy gondolom, ez is egy olyan távolság, hogy innen nyugodtan kapura lehet tűzni. Egy jó lövőerővel rendelkező játékos, ha kaput talál, akkor gólt szerezhet. Gerlicki mester is azt mondja, hogy csak kaput találjál. És Lukács Bence az, aki nagyon-nagyon készülődik. Egy négytagú sorfal Sényői részről. Lukács. Hát ez nem a legjobb szabadrugás volt, maradjunk annyiban. Ruska. Megállítják Ruskát. Nagyon agilisan kezd most a hazai csapat a második félidő elején. Lukács. Szabadrugás ismét. No, ez már közelebb. Ez már nagyon-nagyon-nagyon kedvező pozíció, azt mondom. Hát ez egy olyan 19-20 lehet talán maximum. Pető játékvezető jelző síp szóra lehet majd elvégezni a szabadrúgást, beállítja a pontos helyét a sorfalnak. 0-0 tehát most még a találkozó állása, figyeljük az Ibrányi csapat szabadrúgását. Roppant kedvező pozíció, jó szög. Na nézzük. Hoppá! Nem is volt ez rossz. Bizony, hogy nem volt rossz kísérlet.
Gól azonban nem születik, így marad a gól nélküli mérkőzés állás. Varga Attila volt egyébként az, aki ezt a szép szabadrugás kísérletet elkövette. Kirúgás következhet, Sényői kirúgás, ami meg is történik. Pergő az irány a második játék részben is. Egy visszarántás. Olá Dáviddal szemben történt ez a szabálytalanság. Szabadrugás következhet, a Sényői csapat végezheti el a szabadrugását. Sényűek érzik, hogy most egy picit nem kell annyira pörgetni a játékot, hogy lassítani, mert nagyon-nagyon nagy vehemenciával kezdtek a hazaiak a szünet után. Gondolom én, hogy ez mindenféleképpen tudatos volt a részükről. Egy visszagyötört labda Sényűi részről. Olá! Orosz, Farkas. No! Továbbat enged a játékvezető, és ebből az Ibrányiak egy veszélyes támadást vezethetnek. Hoppá, telibe találja a védőt ott a hazai játékos, így a veszély elhárul. És Szabó. Szabó Roland egyébként jól játszik. Úgy gondolom a jobbek mindenféleképpen. A sok jó teljesítmény közül is kiemelkedik. Egy távoli kísérlet. De ez azért olyan nagyon nagy veszélyt nem jelentett, valljuk be őszintén. Erő volt benne, csak az irányzék az nem igazán volt, ugye pontos. Kirúgás következhet. Sényői kirúgás tehát. Kezezést látott a játékvezető. És valószínűleg az is lehetett, mert Kis Tamás sem vitatkozik ennek a tényén. Pető és kollégái jól vezetik a meccset. Továbbra is roppant kellemetlen szél fúj. Egyébként most a szél a hazaiakat támogatja inkább. És erősödik. Szabadrugás, amit az Ibrány végezhetett el. Ügyes labda szerzés Orosztól. A Sényűiek Oroszától. Farkas! Farkas Márton. És higgadtan oldja meg a hazai játékos. Rá pöccinti ott a labdát a Sényűire. Varga Attila volt az egyébként, aki a saját csapata, a hazai csapat szempontjából ügyesen megoldotta ezt a szituációt ott az oldalvonal mentén. Farkas labdát szerez. Kristófi elhagyja a labdát. Nagy párharc. Ügyesen csinálta ezt most. Gergely Balázs nagyon szépen, aztán egy pontatlan indítás. Kirúgás fog következni, Sényői kirúgás. Kirúgás tehát, Sényői kirúgás, 0-0-ás mérkőzés állás továbbra is. Itt ezen az Ibrányi mérkőzésen. Sényői bedobás tehát. A vendég csapat 17-ese Bernát Martin végzi el. Labdaszerzés. Ezt túlbonyolította most ott a vendégjátékos. Toldi. Neki is megvolt. Most az a lehetőség, amikor talán el is lőhette volna a labdát. És nem is ott akkor a távolság, hogy ezt ne lehetett volna megpróbálni. Farkas indítás a Ruska irányába, pontatlan. Magasra felemelt labda. Vissza passz egész ide Szabóig. Ibrányi rész. Azonnal megtámadja őt egyébként ott Timárk Csaba. És egy felszabadítás a vendégektől. Méghozzá pontos.
Ez látszik egyébként mind a két csapaton, tehát hogy itt még az esetleg spontánnak tűnő megmozdulásokban is tényleg sokszor tudatosság van. Hoppá! Csapattársat lőtte fejbe. Ott olá, ez bizony nem lehetett egy kellemes. Nagyon-nagyon ügyesen csinálta most itt Klepács. De végül az indítás nem volt igazán pontos. És Szabó Roland tisztázhat. Hoppá! Már is belelépnek a sényőiek. Bedobás következhet. Ibrányi bedobás. Borzasztó fegyelmezetten teszi dolgát mind a két csapat. Nagyon lelkesek a játékosok. És igyekeznek tényleg tudatos focit játszani. Ami én úgy gondolom megye első osztályban egy nagyon-nagyon jó dolog. Jó ilyet látni. Balogh Gyula. Hoppá, telébe találta. Az ellenfele, hoppá. És les volt már. Egyébként Toldi András gyakorlatilag baj, hogy nem a saját lábában esett el, tehát itt nem történt szabálytalanság, de már leshelyzet előzte meg az elesést is. Itt jön már is az Ibrány támadása. Beközépre, hoppá, olá. Ez bizony nagy nagyszer lehetett volna, hogyha a csapattárshoz jut. De végül a Sényei hátvéd az, aki lefülelte ezt a labdát. És Sényői lábról megy ki a labda, az oldalvonalon kívülre bedobás következhet. Ibrányi bedobás. Továbbra is 0-0. Kisebb nehézségek árán, de most is sikerült tisztázni. És még ki sem megy a labda. Viszont Ibrány meg, Ibrányi lába kommandolhat, hiszen megszerzik a hazaiak azt. Kis területen is sokszor nagyon szép dolgokat művelnek a játékosok egyébként. És egy felszabadítás. Balogh Gyula. Hoppá. Bedobás következhet. Kléninger középre, Ruska és... Ibrányi támadás jöhet. Megszerzik a labdát a hazaiak. Eddig tartott. Visszaszerzik a sényőiek. Farkas emeli ki. Ruska berobbanthatja a rakétákat. Ruska labdája. Végül is eljut egyébként oda a Gégény István Zsoltig. Olá a labdával Sényői részről. Hatalmas pozícióharc a pálya minden négyzetcentiméteréért. Nincs les! Nincs les! Ruska! Hatalmas lehetőség! Középre gurít, érkező játékos, kapufa! Te jó ég! Hú, mit hagyott ki a Sényő? Toldi András kapufája! Szerintem Ruskának el kellett volna vállalnia, célszerűbb lett volna. Azt a kutyafáját neki! Ez aztán gólszerzési lehetőség a javából. No, nyom az Ibrány, többet birtokolja a labdát a másik játékrészben, és lám, egyszer robbant a Sényő, és egyből óriási gólszerzési lehetőség a vendégcsapat előtt. Hú, mekkora kapufát rúgott Toldi. Természetesen nem hiszem, hogy most ettől a kapufától Ember Roland szakvezető különösebben boldog lenne. Kléninger. Ruska túlzottan önzetlen volt most. Kis Tamás, azonnal támadják őt is. Balogh Gyula. Makai István fog beállni az Ibrány csapatában. A szőke üstökű játékos, aki egy dán bajnokságban sem lógna ki. Makai következhet tehát. És szögletrugás következhet.
szögletrúgás. Egy felhevült szurkoló szórakoztatja itt a publikumot. Na nézzük akkor a cserét, amit tehát lebonyolít a hazai csapat. Makai István lép tehát pályára, és talán ott már el is hagyta a lecserélt játékos a játékteret. Mindjárt megnézzük ott messzám alapján, hogy ki is volt az. De ha jól látom, talán Lukács Bence volt az, aki elhagyja a pályát Ibrányi részről, Makai pedig pályára lép. Makai egy nagyon-nagyon szívós kis, igazi kis bulldog típusú középpályás. 5-es számú Makai István lépett pályára, 9-es számú Varga Attila. Ja, Varga Attila, elnézést, tehát nem Lukács Bence, Varga Attila az, aki elhagyja a játékteret, tehát a 9-es számú Varga. Varga is sokat dolgozott, nem játszott rosszul, de én azt hiszem, hogy igazából ezzel a mai meccsen olyan gyenge teljesítmény nem is tudnék mondani. Kristófi. Kristófi még mindig. Gyötrik Kristófit, és írtózatos nehézségek árán végül meg tudják állítani, úgyhogy Kristófi szabálytalankodik a végén. Kristófi sárga alapos figyelmeztetésben részesül. Ez az első hazai sárga. Ugye Klepács és Farkas kapott a Sényőből. Most pedig Kristófi Ibrányi részről. Nulla-nulla tehát tovább. Ra is a mérkőzés állása. És nagyon hideg van itt Ibrányban, de elfeledteti velünk az, hogy milyen jó kis meccset látunk. Annak ellenére, hogy gól nélkül a találkozó. No hát ugye ez az a meccs, amikor majd szerintem nyugodtan nyilatkozhatja mind a két szakvezető, hogy van egy kis hiányérzetük, mert benne lehetett volna győzelem mind a két csapat játékában. De ez a lehetőség bennük is maradt. Egy, amúgy a szöglettel felérő szabadrugás következett most Ibrányi részről. Ruska fejeli ki. De szépen csinálta. Új, de szépen csinálta most itt a sényői játékos. Bernát Martin. Hoppá! Ruska. Az előbb kellett volna szerintem ellőnie, amikor volt az a zicser. Ő most vállalta. Természetesen azt hiszem, hogy el is lehetett ezt vállalni. Nem volt a legjobb lövés, maradjunk annyiban. Nem tudta igazából irányítani Ruska ezt a labdát most. De nagyon agilis Ruska, tehát ő is rengeteget dolgozik, sokat fut. Kellemetlen stílusú támadó. Ezúttal túl mély ez a labda, Tóth kapus nagyon magabiztosan és határozottan ölelheti azt magához. Tóth, hosszan előre. Farkas fejeli vissza. Ruska. És már is belelépnek ott Ibrányi részről, mire Ruska indítana. Két sárgamezes ront rá azonnal. Blokkolják az indítást. Bedobás következett, Sényői bedobás tehát. Egy picit ki kell húzni ott most az Ibrányi játékost. Ütköztek ott. Jól látom Ruskával. Bernát, ügyes játékos. Klevinger. Szabadrúgás.
Na, most egy picit elszabadulnak az indulatok. Mind a két fél az ő vélt vagy valós sérelmeit, ugye, mondja. Itt most a közönség is elpolemizálgat azon, hogy... És aztán lassan megállapodnak abban, hogy mind a kettő sárgát kellett volna, hogy kapjon. No, hála jó Istennek, úgy látom már az Ibrányi játékos talpon. Fagyasztják ott a sényői játékost is. Orosz Dánielt kellett egyébként itt Ibrányi részről, és Kléninger Lászlót pedig sényői részről ápolni. Felpesdült a meccs, az egyébként eddig sem, ugye, valami langyosak nevezhető meccs, hiszen remek kis találkozó, tényleg nagyon jó a meccs. Én azt hiszem, ez az a derbi, amely annak ellen egy gól nélkül, de élvezhető. Ruska magasan fel emeli, de igazából előre nem sokat jut a labda. Kivárt egy pillanat a Petőjé játékvezető, szerintem jól tette, hiszen előnyszabályt akart alkalmazni, aztán látta, hogy nem a sárgamezesekhez kerül a labda, és visszafújja szabad rúgásra. Kis végzi el Balogh Gyula. Szabó. Bedobás következhet. Balogh Gyula veszi kézbe a labdát, és már keresi is a csapattársakat. Hoppá, Kristófi! Kristófi a 16-os előtt. Elesik, nem történt szabálytalanság. Egyre parázsabb párharcok. Kristófi! Makai! Makai már onnan meglőhette volna. 16-ra a kaputól el lehet vállalni. Szerintem ez Gerlicki mester is így érzi. Mert nagyon dühös most. És ha jól látom, be fog állni Gálval, leáll Vinícius, és egyébként majd a csapatba. Egy kis brazilos színezet tehát jön a meccsbe. Balogh Gyula. Kristófi! És ott a vezető találat! Kristófi Sándor góljával! Megszerzi a vezetést az Ibrányi csapat. Egy remek passz kapott. És Kristófi nagyon-nagyon higgadt volt ezúttal. Vezet a hazai csapat. Kristófi Sándor tehát, akinek a gólja, a meccs első találata, és előnyhöz jut a hazai csapat. És cserél ember Roland. A 12-es számú Timák Csaba jött le, és azzal vagyunk gondban, és a helyi műsorközlő sem tudja, kit mondja, én sem tudom, mert 15-ös nincsen megadva nekem, ugyanis a jegyzőkönyvben. Valószínű, hogy elírták a messzámot. Mindesetre nálam 15-ös... Ha jól hallottam, akkor Ádám Dénes lenne? Mint ha azt mondta volna a helyi műsorközlő, még nálam 11-esen szerepel, de fogadjuk akkor azt el. Egy nulla tehát vezet a hazai csapat. És én úgy gondolom, hogy igazából a vendégek is csak maguknak tennek szemrehányást, hiszen megvolt nekik is a lehetőség a gólszerzése, ők nem tudtak élni ezzel, míg a hazai csapat gólt szerez. Ruska. Hoppá.
lehet jönni ápolni, jelzi a játékvezető. Földön Kis Tamás, földön Kléninger. Mind a ketten a fejüket fogják. Reméljük, nagyobb baj nincs. No szóval, megszületett hát a meccs első gólja. A hazai szurkolók nem kis örömére, ezt a sárgamezes csapat szerezte. Bármi lesz megítélésem szerint a végeredmény, úgy gondolom, hogy mindkét csapat dicséretet érdemel azért, amit ma itt bemutatott ezen a rangadón. Na nézzük a Sényei csapat szabad rúgását, miközben mind a két játékost itt még ápolni kell az oldalvonal mellett is. Bernát Martin Zoltán. Farkas. Vissza Bernáthoz. Kristófi a gólszerző támadta le. Ibrányi bedobás következhet. Ruska. Hoppá! Itt egy újabb lehetőség, Kristófi! Felperdülő labda, Kristófi! Fölé megy! Húj, de könnyen megszerezhette volna Kristófi a második találatát! Nagyon szépen csináltak ezt a hazaiak. Nem sokon múlott, hogy Kristófi a hálóba emeljen. Marad az 1-0 azonban. Makai. Maga biztosabbá tett a hazai csapatot a vezetése. Ruska. Ibrányi bedobás következhet. Jelzi ezt Tomori Péter asszisztens. Döntését elfogadja Pető Péter. Szabó Roland pedig elvégezheti a bedobást. Olá emeli ki. Szabó. Farkas Márton. Sényői részről. Nem a legjobban sikerült indítás. Bedobás lesz belőle, Ibrányi bedobás. És a szél csak úgy fújja még a papír zacskót is a pályán, ez ugye jelzi azért, hogy milyen erővel fúj a szél. Föl kell kelni, jelzi Pető játékvezető, nem történt szabálytalanság. Makai a labdával. És Olá. Elcsípi a labdát, megszerzi ott az Ibrányi csapat. Somogyi Tibor volt az. Ibrányi szabadrúgás. És most hallom itt, hogy a Kisvárda már 2-0 arányban vezet Csiófokon. Ez jó hír a megyei foci szerelmeseinek. Hát a Kisvárda is remekül szerepel tavasszal. Bedobás következhet, Ibrányi bedobás. Természetesen most már azért a hazaiaknak nem lesz annyira sürgető a dolog. Bár ugye azért az 1-0 egy nagyon veszélyes eredmény, hiszen az ellenfél bármikor találhat egy gólt. Ruska. Makai. Szabadrúgás a Sényő javára. És akkor jön az Ibrányi csapat cseréje. 19-es számmal Gál Való, Leal Vinícius fog pályára lépni az Ibrányi csapatban. Vinícius, akinek tehát élvonalbeli múltja is van. 26 éves középpályás.
volt a DVSC, a Békés Csaba és a Nyíregyháza játékosa is. És a gólszerző Kristófi Sándor hagyja el a játékteret. Nagy tapsot kap természetesen a hazai publikumtól, hiszen a gólszerzőt a világ minden pályáján meg szokták ünnepelni. És akkor nézzük majd Vinícius játékát. De most nézzük először a Sényő szabadrúgását. Ott az egyenlítés. Ott az egyenlítés. Kiegyenlít a Sényő csapata közvetlenül a cserét követően. Kihagyott ott egy pillanatra a hazai védelem. Bizony-bizony ott megfeledkeztek, nagyon üresen és tisztán maradt ott az öt és feles tájékán az visszafejelt labda után a sényői játékos, és a vendégcsapat kiegyenlíti a hátrányát. Tehát Ádám Dénest hallom én, tovább is 15-ösen, aki hangsúlyozom nálam, nincs 15-ös játékos, de ezek szerint akkor Ádám Dénes a csereként beállt játékos szerzi az egyenlítő találatát a Sényő csapatának. No, várnak itt még ránk izgalmak. Innentől kezdve ugye nem jegelődik az eredmény tovább, hanem továbbra is ugye nagy párharc várható, és fel kell pörgetni a hazai csapatnak is a tempót. Most itt az ezerfejű Cézár, ugye, a hazai szakvezetőnek a cseréjének a jogosságát, ugye, kicsit kifogásolja. Szóval ezért veszélyes eredmény az 1-0, tisztelt nézők, mert abban nagyon könnyen lehet 1-1. És lám, ez a meccs is ezt az igazságot, ugye, bebizonyította. A 12-es számú hazai játékos Csáki József tisztázott most. Gerlicki mester nincs megelégedve azzal, hogy ahogy elosztják a játékosai ott az embereket, tehát egyébként ezzel volt baj a gólnál is, ez tény. Na nézzük! Sényői szöglet, egy-egyes mérkőzés állás. Az Ibrány Sényő megy első osztályú rangadón. Balogh Gyula. És bedobás. Biztos megoldást választottak a sényői védők. Vinícius, szabadrugás. Hát Vinícius amolyan igazi kis brazilos hajzatú fizimiskájú játékos. Vinícius próbálja eltessékelni onnan a sényői játékosokat. No! Ruska az nagyon kemény, úgyhogy ő általában nem ijed meg egy kis purparlétól. Na nézzük Viniciust! El lehet végezni most már a szabadrúgást. Vinicius jól kanyarodik be a labdája! Kis Tamás! Az öt és felesről! És gyakorlatilag nem megstukkolta a kapu felé fejjel, homlokkal, hanem csúsztatott egyet rajta. Az is elképzelhető, hogy kis későn vette észre a labdát, és igazság szerint csak ennyit tudott, hogy bele tudott csúsztatni. Kimarad a hazai gólszerzési lehetőség. Remekül kanyarította be egyébként a szabadrugás Vinicius. Iszonyú veszélyes volt ez. De megmaradt veszélyesnek, és nem lett belőle gól. Marad az 1-1. Vinícius, na ő aztán elvállalja, majdnem a félpályáról. Bátor. Csak a játék jelzi Viníciusnak Gerlicki mester, hogy arra figyeljen oda, nehogy felpörögjön, túlpörögjön.
Na hát, azért úgy gondolom, eseménydús egy meccs ez. Semmiféleképpen nem unatkozunk. Makai. Szép játék volt. Ruska. És Ruska szabadít fel. Balogh Gyula. Vinícius. Vinícius, mint a tengerparton úgy táncoltatta a labdát. Egy távoli lövés. Orosz Dániel próbálkozott. Szabó kapus kirugása, finoman szóval sem sikerült túl jól most. Jön az Ibrány. Hoppá! Végül is sárgamezes játékosról kerül ki az alapvonalon túlra. Kirugás következhet tehát. Sényői kirugás egy-egyes mérkőzés állásnál. Itt a megyei első osztály rangadóján. No, nézzük akkor a kirúgást. No, ez már egy egészségesebb előrévelés, de ki is kanyarodik a labda, úgyhogy hazai bedobás következhet. Vinícius felpördíti, hoppá! És utána pontos labdát tesz. Makai elől elpiszkálják, Ruska! Ruska! És... Toldi nem találja el itt az emelés, és Tóth Norbert kapus kezébe emeli a labdát Ádám Dénes, aki a gólt szerezte. Hát, hú, benne volt a gól most a sényői. És mindenféleképpen dicséretet érdemel Ruska a harcosságáért és a labdájáért. Vinícius. Szöglet lesz egyébként. Kikanyarodik a labda. Egyébként hangsúlyozom, tehát a szél a hazaiakat nyomja. Vinícius megy ki a szögletet elvégezni. Hát úgy gondolom, mind a két csapat elmondhatja magáról, hogy megnyerhettük volna a meccset, és gyakorlatilag egyik fél sem hazudik. Mert a teljes igazságot mondják, benne volt. Farkas Márton. És a labda útját állja Szabó. Személy szerint nekem nagyon tetszik a Ibrányi jobb hátvéd játék, aki egyébként tényleg óriási szívvel küzd, és nagyon hasznos tagja csapatának. No, nézzük a sényői bedobást. Balogh Gyula. Kléninger. Túlcselezte magát egy kicsit orosz. Kléninger. Vissza oroszhoz. Orosz Máté. Ruska. Egy nagy sprint, de nem tudja utolérni. Vinícius végzi el a bedobást. Vinícius. Szabóval volt az összjáték. Vinícius. És felszabadítanak a vendégek. Toldi elől. És Kléninger már nem tudja irányítani a labdát, csak bele tud egy nagyot rugni. Bedobás következhet. Orosz Dániel. Elképesztően nyomják egymást a csapatok, tehát nagyon-nagyon jó az iram, pörgő a meccs. Szabad rúgást ítél Pető Péter játékvezető a hazai csapat javára. Vinícius jön.
Vinicius szint vitt a játékba. Brazilos színezetet mondhatni. Ruska. Hát Ruska most minden hazai szurkok szemében, csak nem szép és jó fiú, ez tény. Hoppá, és Ruska majdnem megugrik, de mégis útját állják. Vinicius, minden támadásban benne. Vinicius, még mindig meglövi, Szabó véd! Hú! Hihetetlenül jó meccs. No nézzük a sényői támadást. Hát itt még azt hiszem, aki álmosan jött le, az is felébredt. Vinicius Ruska. És ez még így jó lehet? Ádám nem tudja átvenni. Bedobás következhet. Ibrányi bedobás tehát. Balogh Gyula a labdával. Szabadrugás. Kivárt egy pillanatot a játékvezető, úgy gondolom joggal tette, de utána helyesen visszafújta. Hát, ha jól látom, akkor nagyon a hajrá pillanataiban vagyunk, tisztelt nézők. Újabb szabadrugás. Vinicius. Gerlinski mester mindenkit beirányít oda a 16-oson belülre. Jön a labda, jön a labda, jön a labda! Ott a gól! Hihetetlen! Kis Tamás! A 88. 89. percben! Elképesztő! És valahol nyerő csere Vinicius. 2-1 az Ibrány javára. Centiméterekre a győzelemtől az Ibrányi csapat. Egy hihetetlenül jó meccsen. Tisztelt nézők, én úgy gondolom, hogy ezen a derbin mind a két csapat maximális elismerést érdemel, mert remekül teljesítettek. Óriási küzdött most itt a hazai csapat, egy nagyon-nagyon nyomott azért, hogy kicsikarja a győzelmet. Megvolt a lehetősége, megvolt a helyzet a Sényőnek is. Ők nem használták ki, a hazaiak kihasználják. De én azt hiszem, hogy Ember Roland is büszke lehet a csapatára. Sárga lapot kap Kleininger. Vinicius nem kér ápolást. Talpon. És visszarendeli a szabadrugást a pontos helyére a játékvezető. Kettő egyre vezette tehát a hajrában az Ibrányi csapat. Szóval én úgy gondolom, hogy két remekül felkészített csapat. Tehát én azt hiszem, hogy mind Gerlinski Máté, mind Ember Roland minden dicséretet megérdemel, csak úgy, mint a játékosaik. Nagyon fegyelmezetten futballozott a vendégcsapat is, és tényleg, tehát nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy jó eredményt érjenek el a listavezető otthonában. Most nagyon úgy tűnik, hogy azonban begyűjti a három pontot az Ibrány. Ha jól látom, akkor 2 perc hosszabbítás. De Silva Flavio Adriano fog beállni az Ibrány csapatába. Gondolom, hogy a legmesszebb lévő játékos fog lejönni. Ha lehetett volna, akkor ott a lecserélendő játékos elsétált volna egész nagy halászig. De hát azt nem teheti, úgyhogy le kell jönnie.
Somogyi Tibor helyénre lép pályára Da Silva Flavio Adriano. Szóval hangsúlyozom, ez az a meccs, ahol a vesztes fél is tapsot érdemel majd. Mert borzasztó szimpatikusan nagyon-nagyot küzdött a Sényő is. Igazi küzdelmes derbi volt, kitette a szívét, lelkét mindkét csapat a pályára. Az Ibrányiak egyel többször tudtak betalálni. Ez nagyon úgy néz ki most, hogy 3 pontot hoz a hazai csapat konyhájára. De nézzük még ezt a bedobást! Előre vágják a labdát Da Silva. Szabó. Szabó magasan, rengeteg sárga mezes, rengeteg sárga mezes. Jön Szabó, és lábbal tisztáz. Vinicius bent tartja. Ez túl laza volt. Ruska. Gellizi mester szól a szurkolóknak, hogy ne kapkodjanak. Csak visszajön a labda. Bedobás következhet. Gellizi mester már időt reklamál a Pető játékvezetőnek, aki jelzi, hogy még mehet ez a bedobás. Előre vágott labda. Olá fejeli vissza. Farkas Márton. Talán az utolsó lehetőség a vendégek előtt. Így nem. Így még igen. Itt a labda. Legurítás. Kovács át a túloldalra. Ruska. Ruska. Ott volt a lehetőség. Olá assziszter zászlaja magasban. Les alig, ha nem eldőlt a találkozó. Tisztelt nézők, önök itt a Magyar Labdarúgó Szövetség Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága online közvetítésében. Megtekintették az Ibrány Sényő megyes osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzést, azt a rangadót, amely remek játékot hozott. 0-0 volt a félidő, a másik félidőben ugye Kristófi góljával előnyhöz jutott az ibrányi csapat. Ádám Dénes kiegyenlítette csapata hátrányát, azonban a hajrá pillanataiban Kis Tamás bekotort még egy hazai találatot, és úgy néz ki, hogy ezzel az ibrányi csapat megnyeri a mérkőzést a Sényő ellen. Egy olyan meccsen, ami a labdarúgás igazi jó propagandája volt, én úgy gondolom, hogy ilyen meccsekért érdemes kijárni a pályákra, ilyen meccsekért érdemes leülni a képernyő elé, és megtekinteni ezeket a találkozókat. Hangsúlyozom, megítésem szerint mind a két szakvezető büszke lehet csapatára, azért, amit ma nyújtottak, és én azt hiszem, hogy mi jó szórakozást tudtunk nyújtani itt a tisztelt közönségnek, a nézőknek is. Ruska és Pető Péter játékvezető ebben a pillanatban lefújja a találkozót. Az Ibrány csapata 2-1 arányban győzött a Sényő ellen. Nincs harag, pacsiznak most már egymással a játékosok. Ez jó mulatság, férfi munka volt. És hangsúlyozom, megítésem szerint egy igazi jó propagandája volt a labdarúgásnak. Ez a meccs szerintem a világ sok pályáján megállta volna a helyét. Hölgyeim és uraim, tisztelt nézők, Pongol Béla operatőr kollégám nevében is nagy tisztelettel megköszönöm valamennyiük kitüntető figyelmét. Remélem jól szórakoztak közvetítésünkön. Legyen továbbra is kellemes ez a hosszú hétvégéjük, pihenjenek jól. Kezit csókolom a hölgyeknek, viszontlátásra az uraknak. Ez az a meccs, én azt mondtam itt a közvetítés végén, és amikor azt hiszem, hogy a vesztesnek is gratulálni lehet, a foci igazi propagandája volt ez a mai találkozó. Óriási küzdött a csapata, benne volt egy-egynél, hogy a Sényő szerez gólt, ez nem így történt. Gondolom emiatt most egy picit bosszús, de azért alapvetően szerintem nem lehet mérges a fiúkra. Mérges semmiképpen sem vagyok. Ahogy te is mondtad, szerintem aki kilátogatott élvezte ezt a mérkőzést. Egy jó iramú, közönségszórakoztató meccset úgy veszítettünk el, hogy igazából volt mind a két csapatnak rengeteg lehetősége, de a nagyobbak talán nekünk, ezért valóban bosszus vagyok, de mérges semmiképpen. Gratulálok az Ibránnak, ezzel valószínűleg meg is nyerték a bajnokságot. Mi próbáltunk ragaszkodni a saját játékunkhoz, ami sikerült is, talán ebből kerekedett ki ez a nagyszerű mérkőzés. Még egyszer mondom, hogy bosszus az vagyok, de mérges semmiképp.
Én azt hiszem, hogy ez így jogos is. Egyébként szerintem a védekezés nagyon-nagyon jól meg volt szervezve, tényleg nagyon-nagyon rövid kihagyások voltak. Középpályán hihetetlen mennyiségű dolgoztak, én azt gondolom a középpályások. Elől a koncentráció talán az volt a legtöbb probléma. Így van, jól látod, a védekezésre a hétközben is fektettünk hangsúlyt. Próbáltuk azt gyakorolni, amit az Ibrány támadásban játszik, hogy azt hogyan tudnánk levédekezni. Az első 10 percben nem sikerült, volt is belőle zavar, aztán rendeztük a sorokat. A futó mennyiség nekem nem meglepetés, mert minden meccsen ezt tudják a srácok, úgyhogy ezzel semmi gond nincsen. Elő pedig valóban talán a koncentráció hiányzott, valamint az, hogy tehát ilyenkor szokták mondani, hogy tökösnek kell lenni, és akkor az ilyeneket be kell rúgni, és akkor lehet puszilkózni. Ma ez nem sikerült. Mindemellett ez a Sényi, ha így fog teljesíteni az elkövetkező fordulókban, én azt gondolom nagyon-nagyon joggal álmodozhat a dobogó közeli helyezésről. Így van, ugye dobogón teleltünk, célnak mindenképpen azt határoztuk meg, hogy ettől lejjebb ne csúszunk. Igaz, hogy minket is hátráltatnak sérülések, de én ezt soha nem akarom kihegyezni, mert azért van egy csapat 18-19 létszáma, hogy aki belép a hiányzók helyére, az ugyanazt tudja nyújtani. Nálunk ez működik, úgyhogy igazából, hogyha ezt a harmadik helyet tartani, úgyhogy tudjuk, akkor én már boldog leszek. Nagyon nagy rangadót nyert meg a csapat. Én azt mondtam itt a vendégcsapatmesternek, hogy ez az a találkozó, ahol a vesztes fél is maximálisan dicsérhető. Roppant kiegyensúlyozott, kiélezett meccs volt. Tényleg benne volt, hogy bármelyik csapat a maga javára döntheti ezt el. Ez végül is az Ibrány volt, amely ezt a meccset eldöntötte, de ez a foci igazi propagandája volt ez a találkozó. Én örülök, ha így láttad. Én is ezt gondoltam már a meccs előtt is, úgy készültünk, hogy a Sényő az egyik legnagyobb riválisunk és a legjobb játékos kerettel rendelkeznek. Ők valóban játsszák a futballt, úgyhogy ezért is kerekedhetett ki egy ilyen magas színvonalú mérkőzés. Szerintem is az volt egyébként a nagy szél ellenére. Az első fél időben mi széllel szemben játszottunk, akkor is próbáltunk azért futballozni. Hát a másodikban meg egyértelmű, ott az ellenfél egy picit beszorult, és csak előre rúgták a labdát, abból próbáltak meg helyzetet kialakítani, ami nagyon zavaró is volt, mert visszafújta a labdát, és a védelmünk azért két nem belső védő játszott azon a poszton, és ez sajnos meg is látszott, de nem az akarattal, hanem azzal, hogy ők nekik nem ez a posztjuk, de egyébként nagyon szépen helytálltak. Az egész csapat maximálisan dicséretet érdemel, nagyon-nagyon becsületesen tették a dolgukat, de azért valahol el lehet mondani, hogy Vinicius most nyerőcsere volt. Hát Vinicius nyerő csere volt, ez egyértelmű. Ő NB1-ben játszott, nem is akárhol, ugye a Debrecenben. Ezt tudtuk, hogy ő ilyen dolgokra képes, csak amikor idehoztuk, most egy évet kihagyott, Brazíliában volt, de nem nagyon játszott, és annyira ereje volt kb. Mint nekem. Úgyhogy őt fel kellett hozni legalább egy ilyen szintre, hogy egy 20 percre használható legyen. Természetesen most tudott hozzátenni, hát neki ettől még majd jóval fontosabb szerepet szánunk. Azt mondta itt a vendégcsapat szakvezető, hogy akármilyen lehet gratulálni a bajnoki címhez az Ibránynak. Gondolom azért itt ezt még itt kijelenteni azért nem merik, de az biztos, hogy egy óriási lépést tett a csapat az ezen ehhez a vezető úton, de azért lesz még egy pár jó kis és nehéz meccs azért még ebben a szezonban, úgy gondolom. Hát előre kijelenteni akkor lehet, hogyha már meghúzták a vonalat alattunk. Ha csak a Sényő lenne az ellenfél, akkor most ugye 11 pontra növeltük velük szemben az előnyünket, akkor én is azt mondom, hogy talán akkor már az egy nyugodt előny lenne, viszont nem csak a Sényő van ott, hanem a Nagyecsed most a második, és ők 6 pontra vannak. Hát 6 pontos előnynél azt kijelenteni, hogy mi már bajnokok vagyunk, hát ez óriási szamárság lenne, mi sem így készülünk, és ahogy említetted, nagyon komoly mérkőzéseink vannak. Hazai pályán, a mi pályánk az alkalmas arra, hogy egy jó futballt bemutassunk, és azt mondom, hogy itt akárki ellen esélyesek vagyunk, de idegenbe, hogyha hát most legközelebb Szakolyba megyünk, hát arra ki mondja azt, hogy itt mi biztosan nyerni fogunk, szerintem senki, én sem, úgyhogy igen, ez még abszolút nincs lefutva.